Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Baja ellen jutottak tovább a HEP kupában a kék cápák. Kikapott a Balmatújvárostól a kisvárdai futballcsapat. A hagyományos diáksport gálán díjazták az elmúlt tanév legjobbjait. 170-en ültek asztalhoz a 12. Mikulás kupa sakversenyen. Az MLS megyei igazgatója értékelte az őszi futballszezont. Rendhagyó sportvetélkedőt rendeztek a Bárci torna csarnokában. Bejutott a legjobb 8 közé a HEP kupában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Baját fogadták és 94-65-re legyőzték ellenfelüket. Úgy kezdte a csapat a mérkőzést, ahogyan azt minden edző elképzeli, gyakorlatilag nekiugrottatok a Bajának. Tudatos volt? Igen, felhívtuk a figyelmet a játékosnak, hogy az első percről kezdve keményen védekezünk, és komoly játékot kértünk tőlük, ezt be is tartották szerencsére. Gyakorlatilag az első percekben eldőlt a mérkőzés, milyen érzés így végigülni a kispadon, ráadásul úgy, hogy akik a pályára léptek, a fiatalok nagyon sok játékpercet kaptak, mindenki hozzá tudott tenni a meccshez. Jó érzés természetesen. Ilyenkor az ember azon gondolkodik, hogy ki tud még a pályára küldeni, kivel tud, ki tud még többet játszatni. Nyilván a fiataloknak ilyenkor több lehetőség jut, és tudtak is élni vele, ennek nagyon örülök. Ne keressünk negatívumokat, de egy edző azért mindig próbálja a legtöbbet, még pluszokat kihozni a csapatból. Volt-e valami esetleg, amivel nem voltál elégedett? Az első fél időben eldöntöttük a mérkőzést, a másik fél időben, a harmadik negyedet nem úgy kezdtük, hogy kellett volna, kicsit könnyelműsködtünk, próbáltunk úgy játszani, valami showt csinálni nyilván, de az nem nagyon sikerült nekünk, egy kicsit feljött az ellenfél 20 pontra, aztán megint oda koncentráltunk, és utána megint megvolt a különbség, mint 30 pont környékén. Két nehéz idegenbeli bajnoki vár még ebben az évben a csapatra, Miskolcon és Hódmezővásárhelyen. Milyen formában, milyen reményekkel utaztok? Ahogy látszik is, a csapat az egész jó formában van. Nyilván ennél azért sokkal több kell, hogy idegenben tudjunk nyerni. Nagyon nehéz B csoportban idegenben nyerni, főleg az első helyzet a Miskolc, a második a Vásárhely. Úgyhogy nagyon kemény mérkőzésre számítunk, úgy is készülünk. Mondhatni, könnyed győzelmet arattatok egy olyan ellenfél szemben, akit nem ismerhettek, hiszen a nyugati csoportban játszik. Hasonlóra vagy nehezebbre számítottál? Igen, nehezebbre számítottam, mivel én, amikor tavaly Tiszaújba játszottunk, mi játszottunk a Baja ellen, és akkor sokkal egységesebb csapatnak tűnt. Most nem tudom, mi volt velük. Ez tényleg nagyon könnyű győzelem volt, nem erre vártam. Foglalkozunk a hazai csapaton, nektek viszont nagyon jól ment a játék, akár kilépett, akármilyen ötös volt a pályán, gyakorlatilag tudta hozni a különbséget, vagy tudta tartani a különbséget, akár még növelni is, akkor is, mikor nagyon sok fiatal volt fent. Igen, ez nagyon jó volt, hogy a fiatalok is nagyon bizalommal tudtak bejönni a kispadról, és ők is át tudtak esni a keresztüzön, úgymond, tudtak pontokat szerezni. Ez egy jó jel, és így kell tovább hajtanunk. Maga teljesítményével mennyire vagy elégedett? Még van némi hiányosság a dobó százalék, de egész jó már. Bár lehet azt mondani, hogy talán a meccs előtt a Nyíregyháza volt az esélyesebb, azért gondolom a Bajától a saját csapatottól többre számítottál a mérkőzésen. Igen, nagyon úgy festett itt, főleg az első fél idő, hogy még kimaradtunk a buszban, nagyon átgázolt rajtunk a hazai csapat. Lendületesebbek voltak, jobban összpontosítottak, mi úgy a támadásban, mint a védekezésben nagyon langyosan muzsikáltunk az első fél időben. Második fél időt nagyon jól kezdte a Baja, felmerült esetleg, hogy talán sikerül úgy felzárkozni, hogy legyen egy szoros végjáték? Az igazság adott, nagyon jól sikerült egy-két támadásunk befejezése, aznak volt köszönhető, hogy talán 20 pont alá lejöttünk ott egy kis időre. Most azért őszinte legyek a fejemben, megfordult esetleg olyan 10 pont körül, oda megyünk, akkor még azért nyílt lehet ez a meccs, de nem sikerült közelebb jönni a Nyíregyháza, sőt, ők még találtak ott egy-két kosarat jó befejezéssel, és úgymond ez az álom nem valósulhatott meg. Baja kosárlabdák voltak, nagyon szép korszakai, most kevésbé fényes napokat él a sportág Baján. Mi a helyzet jelenleg és mi a cél? Valóban így van, de hát saját nevelésű srácokkal igyekszünk úgymond, hát ebbe a B-be megállni a helyünket kisebb-nagyobb sikerrel, ha bár egy-egy sérülés az nagyon rosszul érinti a mi kis csapatunkat. Azért ennek ellenére szeretnénk úgymond az a 14-be benne lenni, akik a felső B-be fognak játszani a következő szezonban. És hát itt későbbiekben nyilván ilyen titkon reménykedünk abban, hogy még talán feljebb is kerülünk. De hát ez sajnos a mai helyzetben ez kimondottan pénzkérdése.
Hazai pályán veszített rangadót a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az NB2 őszi zárófordulójában a Balmazújvárostól kapott ki 1-0-ra. Én úgy érzem, hogy egy roppant igazságtalan eredmény született. Nagyon jól játszottak ma a srácok, sokat tettünk a győzelem érdekében, viszont nem szereztünk gólt. Az ellenfél pedig egy megpattanó lövésből betalált. Lényegesen többet tettünk az elejétől kezdve, az első fél időben el kellett volna gólokkal döntenünk a mérkőzést. Élesek voltunk, szératörőek, türelemmel járattuk a labdát, megfelelők voltak az oldalváltások, a védelmi vonalakat nagyon jól léptük át és törtük be a résekbe, sajnos nem szereztünk gólt. Második részben pedig ugye az első fél időben elkövetett Grumics egy borzasztó fegyelmezetlenséget, ezért 10 emberre fogyatkoztunk. A második fél időben már sokkal nehezebb volt, mert előről hiányzott egy ember. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a középpályán ketten maradtak, a Lukasz és az Erős Gabi, akik hihetetlen jó teljesítményt nyújtottak. Erős Gabi azért 36 évesen, amit már mutatott, nagyon sokan megirigyelnék. A védelmünk nagyon stabil volt, sajnos az előlévők mentek, főleg a Cseri Tomi rengeteget dolgozott. A gólszerzésben viszont ma valami elmaradt. A Tominak is volt egy kapussal szembeni szituáció, volt egy kapusba lövés. Már amikor a kapuson átjutottunk, akkor is beugrott egy védő, tehát borzasztó. A másik fél időben meg véleményem szerint szereztünk egy szabályos gólt, ami áthaladt a gólvonalon, nem adták meg, ez ilyenkor már így szokott lenni. És én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk ma a csapatra, olyan teljesítmény nyújtottak, szerintem az egyik legjobb volt ebben az őszi szezonban, amelyre lehet majd alapozni, viszont nagyon sok hiányosságunk is előjött, és itt elsősorban, ha kritikus akarok lenni, akkor mondhatom, és ugye mindig őszinte is szoktam lenni, hogy a támadóinkkal roppant elégedetlen voltam. A center pozíciónk nincs megoldva, már nincs megoldva hónapok óta. Váltogatjuk, próbálgatjuk őket. Talán amikor a Gosztonyi centerezett bent, ő, meg most is, amikor beállt egy rövid időre, akkor ő nagyon jó teljesítmény nyújtott, viszont akkor hiányzott a jobb oldalról. Úgyhogy a tavaszi egyik fontos feladat lesz, hogy megtaláljuk. De remélem, hogy a Horváth Zoli utól fogja magát érni fizikailag, és akkor ő ezt a problémát megoldja. Mert nem elég futni, rombolni, hanem a támadóknak ugye fontos feladat, hogy gólt is szerezzenek, a helyzeteket be is kell lőni. Ebben nagyot kell változnunk, mert a csapat az kész van, a csapatjáték, én úgy érzem, hogy tökéletes, nagyon jó mentalitású játékosaink vannak. Sajnos úgy érzem, hogy az előlévő játékosoknak a életkora, illetve a jelenlegi formájuk, az nem a mi csapatunk szintjén van. És ez meghatározza, az a csúcsa a játékunknak, az most egy kicsit ugye silányabb, meghatározza az eredményességünket, és hát eljön egy Balmazújváros, aki végig rombolni akar, semmi elképzelése nincsen, hogy hogyan fognak gólt szerezni, és betalálnak, mint ahogy szokott lenni. Ez is egy játék, mi nem ezt választjuk, mi más választunk, én remélem, hogy a tavasztal ez a filozófia fog diradalmaskodni. Vége van az őszi szezonnak, viszont van egy mérkőzés még a tavaszról előhozott első forduló, a Budaörs ellen. 4 meccsel a évzárás, hogy azt mondtad, hogy 4 ponttal elégedett lenni, most 3 meccsből van 6 pont, és még 3-at szerezhettek. Mennyire lesz kerek a történet? Totálisan jobbak vagyunk, mint amit vártunk. Én úgy érzem, hogy abszolút elfogadható ez a teljesítmény. Nyilván egy ilyen mérkőzés után, amikor kesül az embernek a szája íze, kellemetlenebb beszélni, és másként is gondolunk dolgokról, viszont azért a realitás érzékünk továbbra is megmaradt. Azok a döntések, amelyeket meghoztunk korábban, azok most szerencsére újra élesednek, nem fedi homály, illetve nem vesztik el a sikerben, mert majd vereséget szenvedtünk, gondolok itt arra, hogy a center pozícióba cserélni kell, illetve még kell a középpályára és egy-két játékos. Ha esetlegesen most ezt a 2 meccset behoztuk volna, 6 ponttal ott tehetünk volna a táblázat élén, lehet, hogy ez feledésbe merült volna, vagy elsiklottunk volna fölötte. Most mindenképpen meg fogjuk lépni, mert hosszú távon, tavasszal ez lesz a jövő, hogy frissítenünk ezekbe a pozíciókba, illetve azok a játékosok csak azért vannak már itt, mert valahol le kell vezetniük, azokat el kell engednünk, azokkal nem tudunk mit kezdeni. Olyan éhes játékosok kellenek, akik még az utolsó utáni pillanatban is mennek, harcolnak, még hogyha kisebb a tudás, vagy most jelenleg kisebb, mint akik itt vannak, és korábban jó futballisták voltak, meg kell lépnünk, meg is van az elképzelésünk, remélem, hogy meg is fogjuk tudni valósítani. A mérkőzés előtti beharangozóban azt mondtad, hogy 3 pontért jöttök, 3 ponttal távozhatok Kisvárdáról, és hogy mondtad a sajtótájékoztatón, ezt célfutballal értétek el. Ilyen meccse számítottál? Igen, nagyon taktikusan is jól játszottunk, hiszen átengedtük a területet a Kisvárdának, tudtuk, hogy fognak jönni, és tudtuk, hogy hol vannak a hiány, hol lesznek lehetőségeink. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen támadásból született a gólunk is, egy nagyon jó Kisvárdát sikerült legyőznünk.
A Balmazújváros nagyon sok meccsét nyerte egy góllal. Néhány mérkőzés egy csapat mennyire egy góllal, erre lehet azt mondani, esetleg szerencse, de úgy tűnik, hogy tudatosan olyan játékot játszottok, hogy kevés teret engedtek az ellenfélnek, és a kínálkozó helyzeteket viszont kihasználjátok. Én nem mondanám. Tényleg nyertünk sok meccset egy góllal, de most is nyertünk a kettővel, hogyha a végén a kapufal befelé pattan, nem kifelé. Még első időben is volt lehetőségünk. Több olyan mérkőzés volt, ahol az ellenfél kapusai szenzációsan védtek ellenünk. A legfontosabb bármikor a három pont, tehát mindegy, hogy egyen vagy hárommal nyer egy csapat. Gyakorlatilag ezzel a meccsen vége az őszi szezonnak, bármi van egy tavaszról előhozott mérkőzés. Talán lehet azt mondani, hogy a Balmazújváros a bajnokság meglepetés csapata. Átértékeltétek a szezon előtt kitűzött célokat? A szezon előtt az első négy helyet tűztük ki célul, mert tudjuk jól, mire vagyunk képesek, de azt is tudjuk jól, hogy nem tudunk versenyezni az anyagiakban nagyon sok csapattal, akik akár mögöttünk vannak, vagy akár a mostani hazai csapattal, hiszen a költségvetésük 8-szoros, 10-szeres a mi költségvetésünknek. Mi a dolgozni tudunk, és hogyha jól dolgozunk, akkor annak mindig meg lesz az eredménye. Bízunk benne, hogy minél előbb tudunk végezni a tabellán. 47 érmet szereztek a megye diáksportolói az elmúlt tanévben az országos döntőkben. A hagyományos évzáró gálán a megyeházán vehettek át elismeréseket a legeredményesebb sportolók, edzők és csapatok. Egy nagyon tartalmas évet zártunk, és erre megmondom, hogy nagyon büszke is vagyok. Igaz, hogy ebben az évben országos döntőt nem rendeztünk, mert azért az volt a cél, hogy minden évben legyenek országos döntőink, de emellett azért 7 országos elődöntőt sikerült elnyernünk, és ezeket azt hiszem, hogy nagyon szakmailag is és emberileg is pozitívan sikerült megrendezni, és ezt azt hiszem, hogy vitte a megye hírnevét, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy jövő évben már biztosak vagyunk abban, hogy 2 országos döntőt fogunk rendezni. Február elején rögtön egy összevont labdajátékok országos döntőt, ami azt jelenti, hogy majd 1000 gyerek lesz itt Nyíregyházán, hiszen Nyíregyházán lesz megrendezve majd ez az esemény, és 4 napon keresztül itt lesznek. Ez 3 labdajátékot érint, a röplabdát, a kosárlabdát és a kézilabdát, illetve ezután márciusban egy amatőr kézilabda országos döntő is lesz, amely szintén Nyíregyházán kerül majd megrendezésre. Még egyszer mondom, nagyon pozitív év van mögöttünk, vettünk is most egy nagy levegőt, és remélem, hogy ezen a mai alkalmon, ahol a jó tanuló, jó sportolókat, az alap- és középfokoktatási intézményeket, a pedagógusokat, a nyugdíjasainkat és azokat az aktíváinkat díjazzuk, akiknek nem hivatásuk a diáksport élethez való kötődés, de mégis igyekeznek segíteni, díjazzuk. Remélem, hogy ezzel ők is kapnak majd egy új lökést, és 2017-ben egy olyan évet zárhat majd a Diáksport Egyesület, és ezzel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is, amelyre nagyon méltán lehetünk majd büszkék, nem csak mi, hanem az ország is. 12. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Mikulás Kupa sakversenyt. A résztvevők 6 korosztályban mérték össze tudásukat. Közel 170 fő indult, még nem volt időm átszámolni, hogy hányan indultak pontosan, de 160 és 170 között van az indulók létszáma, ami egy szenzációs létszám, ugye így már hagyományos 12. versenyünkön, amelyet annó még ugye a Nyíregyházi sakkiskola kezdett el szervezni, ugye a megyei sakszövetségek karöltve. Ez ugye a régió legnagyobb gyerekrendezvénye, azt kell tudni róla, és egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei korcsoportos rapid sakbajnokság is, tehát itt aki ugye a megyebeli játékos megyében élő tanuló játékos, és megnyeri a nagy versenyt, az díjhalmozása mehet haza, 2 kupát visz haza, 2 érmet visz haza, és minden gyerek egy kis szervezők által egy kis ajándék csomaggal térhet haza. Hány korosztályban ültek asztalhoz a versenyzők? Gyakorlatilag 6 korosztály, és van egy legkisebb korosztályunk, az óvodások korosztálya, ahol 5-en indultak, ők is megmérettetik magukat, de igazából 6 korosztály van, a 8 évestől a 18 évesig, és 2 évenként vannak a korosztályok, ugye, mint rendszerint a legtöbben a 9 és 10 évesek korcsoportjában vannak, ott 56-an indultak a versenyen, de a 8 éveseknél is, a 7-8 éveseknél is 40-46 fő nevezett, tehát fantasztikus létszám. Országos szinten hová lehet helyezni ezt a létszámot? A létszám az országos szinten is, hát az első 10-ben benne van, az biztos. Ugye az országos bajnokságok azok, amelyek nagyobb létszámúak, de azt mondom, hogy még Budapesten is felvesszük a versenyt, még ott se nagyon szokott ilyen létszámú versenyen nem szoktam találkozni, és én úgy gondolom, hogy
hogy az első 10-ben benne vagyunk, ennek a régiónak, a városnak, a megyének ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon nagy hírverés a sakk irányában, hogy a gyerekek gondolkoznak, használják az agyukat, és egy jó dolgot csinálnak, mind játékon keresztül. A Magyar Sakkszövetség főtitkáraként gondolom nagyon sok hasonló eseményen részt veszel, de gondolom ez a Nyíregyházi Mikulás Kupa a többinek egy picit kedvesebb a szívednek. Nyilvánvalóan, mert én még a mai napig a Nyíregyházi Sakkiskola esenek az igazolt versenyző vagyok, tehát attól függetlenül, hogy a Sakkszövetség főtitkári posztját ellátom, azért még a játékosként még maradtam Nyíregyházan, de emellett az országos viszonylatban is ez egy nagyon, nagyon jelentős esemény a magyar utánpótlásnak, és hát nyilván ezzel, mint szervező azért ezért nagyon, nagyon jó érzés ezt a versenyt rendezni és látni, hogy ennyi gyerek sakkozik. Ennyire népszerű egyébként Magyarországon a sakk? Igen, gyerekek körében nagyon népszerű. Nyilván a sakkszövetség feladata az, hogy ez a sakk iránti érdeklődés minél tovább megmaradjon, és minél több gyermeket vonzunk be a versenysportba. Mivel lehet ezt megtenni? Iskolai sakkoktatással, és nyilván a feladatunk az, hogy a sakkegyesületeket megerősítsük, mind szakmailag, mind anyagilag. A sakkoktatáshoz szükség van szakemberekre, és ezen a téren hogy állunk? 2017. szeptemberétől újra indul a testnevelési egyetemen a sakkszakedzőképzés, és emellett szervezünk edzői szemináriumokat is 2017-ben. Az év végéhez közelünk, úgyhogy most már lehet egy kis mérleget vonni, milyen esztendő zár a magyar sakkélet. A sakkolimpia éve volt, a nyári olimpiát követően került sor a sakkolimpiára, ezt 2 évette rendezik ezt a világeseményt. Ott a eredmény szempontjából nem volt egy sikeres, mind a két csapatunk az utolsó fordulóban maradt le a jó helyezésről, de annak ellenére, ugye mivel versenysport, hát ez előfordul. Az utánpótlás tekintetében ugye egyre több fiatal tűnt fel a nemzetközi szintéren is, gondolunk itt Gázsókára, aki ugye most a múlt hónapban befejeződött világbajnokságon nagyon jól játszott, de ugye 8. lett, úgyhogy nem játszott igazán eredményesen, és amellett feltűnt, hogy egy új sakktehetségünk, Gledura Benyámin, aki már a felnőtt válogatott tagja volt. 2016-ban Mándok adott otthont a női egyéni sakkbajnokságnak. Ott elhangzott egy olyan ígéret, hogy jövőre is ide látogatnak a legjobb női sakkozók. Így lesz-e? Ez így igaz. Én nagyon bízom benne, hogy az ígéretnek megfelelően sikerül Mándokon újra megrendezzünk a női egyéni bajnokságot, és a legerősebb női játékosokat láthatják a sakkrajongók. Befejeződött a nagypályás megyei foci szezon. Az elmúlt hónapokról Faka Árpáddal, az MLS megyei igazgatójával beszélgettünk. Befejeződött az őszi bajnokság, 4 csapattal kevesebb fejezte be az őszi szezont, mint aki elkezdte, illetve egészen pontosan 2 el se kezdte, hiszen miután beosztottuk a 132 csapatot a megye 1, megye 2 és a megye 3-as bajnokságba, már a csoportbeosztás és a sorsolás elkészülte után, de még a bajnokság megkezdése előtt 2 csapat visszalépett, és 2 megye 3-as csapat pedig egy pár forduló után dobta be a törölközőt, tehát 132 csapattal kezdtük el, a férfi felnőtt bajnokságainkat is jelen pillanatban 128 csapat van még talpon. Nagyobb gondok, problémák, botrányok nélkül ment el az ősz. Igen, azt hiszem, hogy ezt nagyon jól mondtad, vagy fogalmaztad, hogy nagyobb gondok és problémák nélkül, kisebbek persze mindig is voltak, meg lesznek is. Ahol ennyi csapat van, meg ilyen komolyan veszik a megyei bajnokságot a csapatok, szerencsére, hiszen nagyon színvonalas a megyei pontvadászataink vannak, ott mindig lesznek szerintem apró gondok, esetleg rendbontások, egy-egy elmaradt mérkőzés, de én azt hiszem, hogy nagyobb probléma nélkül letudtuk ezt az őszi szezont. Mit lehet mondani a színvonalról? Azt hiszem, hogy a megye válogatott szereplése az pontosan mutatja, hogy a színvonal,
megyei első osztály színvonal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokságnak kimagasló országos szinten is, tehát a top 3-ba, top 4-be biztos, hogy ott vagyunk. A megye másodosztály itt a környéken szintén azt mondom, hogy kimagasló, hiszen azért nem vagyunk vakok, ugye egyrészt járnak át játékvezetőink másik megyébe vezetni, onnan is jönnek ugye ide játékvezetők, egy-egy csapatvezető is néha átmegy egy másik megyei rangadóra, és azért jól látjuk, hogy a Szabolcs megyei másodosztály is igen erős, nagyon sok jó meccset lehet benne látni és tapasztalni. A harmadosztály még igazából másról szól, a megyei harmadosztály, ott is vannak jó csapatok, akik komolyabban veszik, ahol van egy edzés hetente, meg persze vannak olyan baráttársaságok, akik csak hétvégén jönnek össze, úgyhogy az igazából ez egy teljesen amatőr futball, ez egy teljesen grassroots futball, de én azt hiszem, hogy megyei első, megyei másodosztály színvonala igen magasnak mondható. Mekkora gondot jelentett a csapatoknak az utánpótlás együttesek kiállítása? Sajnos ezt tapasztaljuk évről évre, hogy komolyabb gondot okozza az utánpótlások kiállítása. Azért ugye, mert kezdenek elnéptelenedni, illetve hát elidősödni ezek a települések, hiszen ne felejtsük el, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye település szerkezete olyan, hogy pár ezer fős falvak, községek vannak, nem városok alkotják, és ott azért, amikor ezek a fiatal emberek, tehát gondolok itt már 14. év után, amikor az általános iskolát befejezik, középiskolába is sokszor több 10, több 20 vagy akár 100 kilométerre is elkerülnek a szülő településüktől, és nem biztos, hogy visszajárnak már futballozni, ezért hagyják esetleg abba. Felsőoktatási intézményekről pedig nem is beszélve, rengetegen tanulnak ugye Budapesten, Debrecenben, Miskolcon vagy akár más egyetemeken, főiskolákon, és ezért sajnos egyre nehezebb összeszedni az ifjúsági, az U16-os csapatokat. Bízunk benne, hogy azért a Bozsik program ennek is segítségére lehet, és van, hiszen 74 egyesület vesz részt a Bozsik programba. Itt igazából mondom, ez a 14. életév utáni korosztály megtartása a nehéz a csapatoknak, hiszen akik elkerülnek közép- vagy felsőoktatási intézményekbe, őket nehéz visszacsalogatni, hogy akár hétvégén játszanak a településükön. De összességében azt kell mondanom, hogy 4-5 csapat kivételével, ahol voltak létszámhiányos vagy kinemállási problémák utánpótlás szinten, a többi megyei egyesület meg tudta ezt oldani. Mennyire jött be az újítás, hogy a megyei osztályú csapatok már elkezdték augusztusban a Magyar Kupa sorozat meccseit? Az elején ugye volt egy kis nem tetszés ezzel kapcsolatosan, hiszen tényleg sűrű volt a program, hiszen ilyen nagy megyéknél, mint nálunk, ahol nem 15 csapat nevez, hanem ugye több mint 30-34 egyesület nevezett, ha jól tudom egészen pontosan, ott azért nagyon megerőltető volt ez az augusztus-szeptember eleje, úgyhogy volt egy kis szájhúzogatás. Utána viszont jó volt, hiszen nem kellett már októberben, szeptember végén, novemberben másra koncentrálni a csapatoknak, csak és kizárólag a bajnoki pontvadászatra. Én azt hiszem, hogy bejött ez az újítás. A szabadtéri szezon ugyan véget ért, de hát az elmúlt években az igazgatóság mind teremben, mind szabadtéren szervezett felkészülési tornákat a csapatoknak. Most mi a helyzet? Folytatjuk a hagyományokat, hiszen ezt igénylik is a csapatok, illetve azt látjuk, hogy ez nagyon pozitívan hat a tavaszi szezon kezdetre, ugyanis nekünk az is a feladatunk, hogy a téli holt szezonban ne hagyjuk magukra a csapatokat, ezért a Nyírerdő Kupa néven futó, negyedik éve Nyírerdő Kupa néven futó terembajnokságunkat ismételten megszervezzük. Az elmúlt évekhez hasonlóan szintén 36 csapat jelentkezését várjuk, 3 vasárnapot foglal ez magába, január 15-e, 22-e és 29-e, 15-én hadcsarnokban rendeznénk az erődöntőket, 22-én ugye 4 csarnokban a középdöntőket, és 29-én a már jól megszokott helyen a Filófoti csarnokban a 8-as döntőt. Ez tehát a teremtornánk, ide még várjuk a megyei csapatok jelentkezését, ugye bármelyik megyei felnőtt csapat jelentkezhet, illetve akár U19-es csapat is. A lényeg az, hogy a pályára lépő játékosoknak a 16. életévet be kell tölteni, illetve érvényes sportorvosival és versenyengedéllyel kell rendelkezni, illetve abba a klubba kell, hogy leigazolva legyen, tehát próbajátékos szerepeltetése a teremtornán nem lehetséges. A műfüves szabadtéri nagypályás tornán viszont próbajátékost is lehet szerepeltetni, tehát ott elképzelhető, hogy egy X csapat bejelentkezik, benevez, és az adott mérkőzésen esetleg csak 5 játékosa van hozzá leigazolva, a többiek máshol vannak leigazolva, de érvényes játékengedélyes sportolósival rendelkeznie kell, tehát ez az egyik nagy különbség. A másik nagy különbség pedig a szabadtérinél, hogy az elmúlt 4 évtől eltérően most már nem egy helyszínen, hanem 3 helyszínen rendezzük meg, hiszen nagy örömünkre azért a megyei infrastruktúra fejlődött, és Nyírbátor mellett most már Kisvárdán és Tarpán is van nagy pályás, műfűves pálya, és ott is tudunk csapatokat fogadni. Mind a 3 helyszínen 10-10 csapatot várunk, tehát elméletileg 30 csapat jelentkezését várjuk erre a tornára. Január 28-án indul a nagypályás műfűves torna, és február 18-19-én zárul.
Fogyatékkal élő gyerekek és szüleik vetélkedtek a nyíregyházi Váci torna csarnokában. A rendhagyó rendezvényen tíz sportágban mérték össze tudásukat a résztvevők. A mai rendezvényünknek már hagyománya van, több mint 10 éve szervezzük erre a hétre, amikor ugye ünnepeljük a fogyatékkal élők világnapját, és ennek a rendezvény, hát én úgy gondolom, hogy nagy teret ad, hiszen az igazi fogyatékosok a mai rendezvényen vesznek részt, halmozottan sérült gyerekek és autizmus spektrummal rendelkező, hát gyerekek, fiatalok és felnőttek. A mai rendezvényre a Váci Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumból vannak többségben, hiszen 10 csapattal fognak versenyezni a mai rendezvényünkön. A Ridance iskola szakképző és speciális szakiskolából, Nyíregyházáról, a Göllesz Viktor Általános Iskola és speciális szakiskola Nyíregyházáról küldte el a csapatát. A mai rendezvényünkön egyéni versenyek lesznek, 4 számban fogják összemérni tudásukat a sportolók, és lesz csapatverseny, ami úgy gondolom, hogy az az egyik színfoltja lesz a mai rendezvényünknek, hiszen itt a szülőkkel együtt fognak versenyezni a tanulók és a felkészítőik, a nevelőik, és hát az egy külön öröm számukra, amikor nem csak egyénileg tudják megmutatni azt, hogy mit tudnak, hanem csapatban. És nagyon sok, hát igyekeztünk úgy összeválogatni az ajándékokat, hogy ahogy kérték, mert azért ők is szeretnek játszani, sportszereket vettünk nekik, és mivel jön ugye a karácsony édességet is, mert azt hiszem, hogy minden gyerek nagyon szereti természetesen, érmeket is fognak kapni, és annak pedig nagyon örülnek, és remélem, hogy a mai nap egy kellemes, egy jó szórakozás nyújtó rendezvénnyel fog zárulni. Ennyi fért a mai sportszeretbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!